Ha ezt hallod, akkor elkéstél. Ha ezt hallod, akkor elkéstél. Ha ezt hallod, akkor elkéstél. Ha ezt hallod, akkor... Szevasztok, srácok, szevasztok, lányok! Üdvözöllek titeket itt a legújabb videómban. Hogyha ezt halljátok, akkor még se onnan nem késedek el, hiszen ez itt a Stylecheck videóm HR Flow és By Alex, pontosabban az Apu Alter Ego közös zenéről, a Ha ezt hallodról. Ha ezt hallod, akkor elkéstél. Ha ezt hallod, akkor elkéstél. Jelenleg egy síedző táborban vagyok, Möltálon, és ahogy látjátok, nem a szokványos helyszínemről jelentkezek ezért be nektek, de még így úton is mindenképp akartam nektek egy új videóval szolgálni, erről a klipről pedig mindenképp akartam nektek mesélni. Úgyhogy ez itt, srácok, az én kis, hát mondanám, hogy turnébuszom, de sí-turnébuszom, hogyha bármi rapper haveromnak, rapper barátomnak kéne egy turnébusz, hív fel, tesó, videózunk, és elviszlek bárhová. Elképesztően jó szetteket láthatunk a klipben HR Flow tesómnak, én is segítettem a pulcsi beszerzésében, a Drew House pulcsi beszerzésében, tehát van egy személyes kötődésem is a kliphez. De én azt mondom, hogy itt még mielőtt túl sokat mesélnék én nektek, átadom a szót HR Flow barátomnak, aki szerintem az év egyik legkomolyabb nyári slágerét hozta már most létre, úgyhogy tesó, mesélj kicsit a klipről! Szava, tesi, sziasztok! Köszönöm a kedves szavakat! Hát alapvetően én is eléggé örülök, hogy így megvalósult az egész projekt, ez az animációs videóklip vonal is összeállt. Nagyon király az animációs vonal, szerintem is elég erős lett, de erre majd még mindjárt kitérek a videóban. De mesélj röviden, mi volt rajtatok a klipben? Tesi, az Alex szettjét nem vágom pontosan, Pumában van szinte végig, ha jól láttam. Rajtam egy Drew House felső van, amit kifejezetten köszönök, hogy segítettél beszerezni. Egy Calvin Klein gatya és egy Puma SF-szel Alien lépő. Hát tesó, a szettek szerintem nagyon-nagyon komolyak lettek. Nagyon köszi, hogy itt most röviden velünk tartottál, és meséltél nekünk erről az egész projektről. Majd találkozunk hamarosan. Ez most egy ilyen gyors beköszönés volt, de örülök, hogy itt lehettem. És köszönöm a visszajelzéseket a klippel kapcsolatban. Sziasztok! Szevasz, haver. Ha ezt hallod, akkor elkéstél. Ha ezt hallod, akkor elkéstél. Na de, én azt mondom, hogy inkább beszélek kicsit még többet a szettekről, kicsit a klipről. Ahogy mondtam, nekem is van ehhez a zenéhez egy kis hát személyes kötődésem tulajdonképpen, hiszen HR engem keresett meg, hogy volt egy nagyon komoly elképzelése, hogy milyen szettet akar ebbe a klipbe, és egy Drew House pulcsit keresett. A Drew House márka az tulajdonképpen Justin Bieber első saját divat márkája, ami szerintem egy elképesztően jó gondolatmenettel és egy tök jó sztorival összeálló márka. Ugye a Drew név maga, az Justin Bieber középső nevéből, a Drew-ból ered. 2018 végén sokáig tízerelte ezt a márkát, neveket is váltott folyton, több verzió volt, de a Drew mindig szerepelt benne, és aztán pedig a vége a Drew House lett. Szerintem nagyon-nagyon király brand, nagyon jó cuccai vannak, és itt nagyon kiemelném, hogy ez tökéletesen megmutatja, hogy hogyan lehet elválasztani a merchandisingot a tényleges divatmárkáktól. Tehát mi is a különbség egy merch és egy igazi divatmárka, egy divatbrand között. Kezdem is a merch-el, egy merch tulajdonképpen egy olyan adott kollekció, amit egy adott projektre, turnéra például, vagy egy adott zenéhez ad ki, mondjuk egy előadó, vagy akár most itt beszélhetünk YouTube-osokról is, nem szükséges valamilyen módon egymás után következő merch kollekciókat egymásra felfűzni, gondolatmenetileg nem kell úgymond hosszú távon gondolkodni benne, hanem sokkal inkább ilyen kis alkalmi kis droppok és alkalmi kis kollekciók, de nagyon-nagyon személyhez kötött, nehéz tulajdonképpen egy nagyobb közönséget elérni öltözködés terén, akik mondjuk nem mindenképp mondjuk a te adott rajongóid, vagy a te adott követőid, hiszen nagyon, ahogy mondtam, egy karakterhez kötött téma. Aztán pedig maga a márka az szerintem sokkal kevésbé személyhez kötött, sokkal kevésbé karakterhez kötött, mégis valamilyen módon egy gondolatot, egy víziót képviselnie kell hosszú távon és a jövőbe tekintve, és ahogy mondtam, ez sokkal inkább el lehet választani egy adott karaktertől, egy adott személytől, saját életet tud élni, úgymond, és a saját útját tudja bejárni a márka. Tehát egy brand életében maga az alapító egy óriási szerepet játszik most, mert azt láthatjuk, hogy tervezők, alapítók tulajdonképpen rockstárokká válnak a divatvilágban, nézzük csak meg Virgil Abloh-t, vagy Jerry Lorenzo-t, ugye a Fear of God alapítóját, tervezőjét. De itt szintén egy másik Justin-t emelnék ki, a német YouTube-os Justin-t, aki például még az ő Peso, vagyis az elején Peso Gang nevezettű divatmárkájával tulajdonképpen első német YouTube-osként ezt egy kicsit megmerte lépni, hogy ő nem merchandisingot csinált, hanem sokak által kritizált YouTube-os divatkollekciót, és ő tudta bebizonyítani, hogy ez egy elképesztően sikeres projekt, és most már a sokadik kollekcióját hozza ki elképesztő hype-al.
egész Németországban. Tehát maga a márka az sokkal kevésbé alapul teljesen az alapítóra, akár az is meg lehet, hogy egyszer más birtokába kerül, el lesz adva a márka, és úgy is tovább tud élni, és úgy is tovább tudja vinni azt a víziót, azt a koncepciót, amit odáig képviselt. Tehát ez nem egy Justin Bieber merch, vagy egy Justin Bieber merchandise, hanem egy saját márka, ami úgymond elhatárolódik a személyiségétől, és mégis tök jó lehetni benne azért, hogy egy modernkori, hát lehet mondani különben szerintem a jelenlegi stílusával divat ikonnak a kreatív gondolatmenete elválasztva a zenei aktivitásától. Hiszen ez sokszor összemosódik a közönség szemében. Én érdekesnek tartom, hogy nálunk itthon Magyarországon valamiért főleg Justin Bieberrel szemben még mindig van egy ilyen kicsi stílusilag ellenszenves hozzáállás. Még Dancsó Peti barátom videójában, még az első 100 stílus szabályban is volt egy olyan szabály, hogy olyat ne vegyél fel, amit már Justin Bieber hordott. Általános szabály, ha valamit Justin Bieber már felvette, soha ne vedd fel. És szerintem ez egy érdekes dolog, hiszen igenis volt egy időszaka, amikor azért sokan egy ilyen anti-divat ikonnak tekintették a fiatalos öltözködés extrém példájának és túlságosan eltúlzott példájának, ahol teljesen piros outfitek, óriási baggy pentek, letolt nadrágok és hátrafordított snapback sapkák, de Justin egy óriási stílusváltáson ment keresztül, nagyon felértékelődött az öltözködés, és ez a Drew House márka is mutatja azt nagyon jól, hogy mennyire király cuccokat tud létrehozni. Amikor megjelent a márka, akkor nagyon sokan hasonlították össze a Fear of God kollekcióival és szabás mintáival, anyaghasználatával. Volt, aki a Yeezy kollekciókhoz hasonlította, én ezt nem érzem mindenképpen egy teljesen passzoló hasonlatnak, sokkal inkább én is a Fear of God márkát emelném itt ki, valószínűleg inspirációs forrásként, és itt hozzá kell tenni, hogy főleg akkor 2019 elején, amikor így az első droppok kijöttek, akkor mindenképp ez volt ez a divatvonal, ami akkor elkezdett tényleg kibontakozni, és elindult a siker felé, úgyhogy Justin is ezt használta tulajdonképpen fel inspirációként. Ahogy látjátok, maga a logó az egy smiley, és szerintem egy ilyen nagyon király kis összképet, egy pozitív összképet ad, ami szerintem fontos a mai negatív és szomorkodós divatvilágban, ahol minden modell és divat Instagrammer komoran néz az Instáján. Szerintem a Drew ennek egy ilyen tök jó ellensúlyozása, és bár az árak elég magasak, szinte mindenki azt írja a divat Facebook csoportokban például, hogy nagyon elégedettek a termékkel, pedig azért azt hozzá kell tenni srácok, hogy főleg ezek a külföldi divat csoportok azért nagyon-nagyon kritikusak, úgyhogy én is meglepődve néztem, hogy mennyire nagy pozitív visszhangja van a Drew kollekcióknak, és különben tök jó az egész kommunikáció is szerintem a márkának. És még Justin stílusához visszatérve, még egy tök jó pluszpont, hogy szerintem mennyire jól is öltözködik. Például van egy ugyanolyan sneakerünk is, és nem is akármilyen sneaker, hanem pontosabban egy Vans Tyler the Creator collab, méghozzá ugye az Odd Future Vans, ami nekem tudjátok, hogy az egyik nagy kedvencem, egy rózsaszín talp, egy hasított bőr, barna felsőrész és elképesztően jó detailek, és még az izgalmas, hogy ebben a collabnak is tök sok színállás volt, és Justinnak pont ugyanaz a colorway van meg, mint nekem, és tök jól is kombinált, úgyhogy bedobok nektek erről ide még egy képet valahova mellém. Elengedni könnyebb lenne, de ha belém kapaszkodsz, az nehezebb. Folytassuk is hár outfitjének a további részeivel, hiszen egy szerintem nagyon-nagyon menő farmer nadrág van rajta, kicsit baggy verzióban és pinrollolva is. Most azt gondolhatják az én core nézőim, hogy ezért most le fogom szólni, de pont az ellentétét mondom, hiszen szerintem tök menő az, hogy pontosan úgy pinrollolta, vagy egy olyan verzióban pinrollolta a nadrágát, a farmerét, ahogy ezt én hangsúlyozni szoktam, hogy a bő nadrágoknál, a bő farmereknél szerintem tök jól néz ki, hogyha van rajta egy pinroll. Ez itt szerintem olyan lett. És aztán pedig még a sneaker, az egy Puma Alien Cell, egy ilyen fehér színállásban, szerintem elképesztően jól néz ki, a Players Room shopjában ti is be tudjátok szerezni, hogyha akartok magatoknak egy ilyen colorway-t. A Cell technológiáról kevesen tudják, hogy különben a 90-es években egy forradalmi technológia volt a Puma részéről, és utána egy kicsikét eltűnt, most pedig a Puma nagy újra lángolásával ez a technológia is újra fellángolt, és újra lángra kapott, úgyhogy HR-nek egy eléggé fehér orientált szettje van. És amit tök menőnek tartottam a klipben, ahogy már mondtam, azok az animációk voltak, hogy tökre jól meg lett animálva, le lettek rajzolva különböző jelenetek a klipekből, és
itt egy picike kritika pontot mondanék, mert szerintem, hogyha megnézitek a képet, ahogy ott HR zuhan, szerintem azért a Puma Aliens-szel ennél egy menőbb grafikát érdemelt volna, srácok. Lehet, hogy ez csak az én sneakerhead elfogultságom, de ennél sokkal királyabban meg lehetett volna animálni azt a cipőt, meg lehetett volna rajzolni azt a cipőt. A pool csinál egy-két helyen, még fel is tűnik az animációkon, a mosolygós arc, a drú logó, tehát ott azért, de attán nem lennék negatív. De szerintem ennek az egész klipnek HR részéről a stílusa tökre a helyén van, a nagy hajváltások és hajstílusok után is szerintem egészen megtalálta azt, ami most nagyon illik hozzá, és attól függetlenül, hogy a dreadlockok, vagy braidek, még mindig nem tudom, valamelyik előző videóban szintén nem tudtam, srácok, és még mindig nem tudom, hogy mi a helyes neve, de mindegy, a lényeg az, hogy attól függetlenül, hogy ez egy ilyen rapper vonalon egy felkapottabb haj, vagy frizurává vált, mégis szerintem így előre tolva nem sokan hordják, és ez nekem egy nagyon nagy pluszpont HR teljes megjelenésénél. Hogy te meg én mégsem működünk. Aztán pedig átváltva Alexhez, rajta egy lila puma felső van, és ahhoz egy puma sapka, tehát ő hű maradt az ő kedvenc márkájához, és szerintem egy tök szolid kis szettet dobott össze, van a fülében, ha jól láttam, egy ilyen kis kereszt fülbevaló, amit szintén már többször megvillantott az Instáján, megvillantott, mert úgy tudom, klippekben is, úgyhogy ő is hű maradt az ő stílusához, nem villantott mindenképp most valami olyat, amit még előtte sose csinált meg, tehát maradt ennél az ilyen tracksuitos, sportos vonalánál. Ez egyáltalán nem negatívum, sőt, szerintem egy tök nagy pozitívum, de akár valami kis izgibb dolgot is még akár be lehetett volna vinni. A sneakerre pedig nem látszik sajnos a klipben, pedig arra is kíváncsi lettem volna. Amit én tippelek, az valószínűleg egy Puma RSX lehetett például, vagy akár lehet, hogy valamilyen low top Pumát, mondjuk egy Puma Suede-et vett fel ehhez, szerintem ez a szethez az tök jól illett volna, úgyhogy még röviden a legszettjéhez ennyi. A zene pedig maga szerintem elképesztően jó lett, ahogy mondtam, szerintem ez az év egyik nyári slágere lesz, pedig tulajdonképpen egy nagyon-nagyon mély és egy komoly témát dolgoznak fel, még hozzá egy szakítást, és szerintem érdekesen jól keverték a szerelmi bánatot a tök pozitív hangzásvilággal és a tök jó soundokkal. Úgyhogy nagypacsi B-jétesomnak is, hiszen ő csinálta a beatet és a zenét HR-rel közösen, és még annyi, hogy szerintem maga a beat, az újra tökre HR hangzásvilága lett ez a kicsikét. Hát mondanám, hogy talán nem is ilyen latinos, de egy kicsit ilyen spanyolosabb beütésű, laza trap stílus. Nekem a zene alapötletéről, ugye a ha ezt hallod, akkor elkéstélről, rögtön Drake albuma, az If You're Reading This, It's Too Late, tehát ha ezt olvasod, akkor túl késő, jutott eszembe, ami különben egy hát nem csak zeneileg, de valamilyen módon street kultúra és öltözködési kultúra terén is azért egy ilyen meghatározó album volt, például tök sok ilyen motívum, ami most már tökre felkapott, ez az ilyen összetett kéz, vagy maga az írás betűtípus, ami ott van az album borítón, és amiket az album borítót díszítették, azok tök nagy szerepet vettek át utána a divatvilágban, úgyhogy én tökre örülök, hogy rögtön egy ilyen nemzetközi produkció, és tényleg ebben a kultúrában hatásos produkció tudott rögtön erről eszembe jutni. Aztán pedig az animációs vonalról még annyit, hogy szerintem ez elképesztően menő. Tehát nem tényleg ez az animációs vonal, erre nem láttam nagyon még itthon példát, és szerintem egy nagyon-nagyon jó koncepció. Nekem persze ugye sneakerhead szemmel úgy lenne még királyabb, hogyha még jobban ki lennének dolgozva a sneakerek, meg a ruhadarabok, a pulcsik, de például vannak benne tényleg olyan elképesztően jó részek, ahogy ott az Alex például ott lenni, amik olyan jól meg vannak animálva, és olyan jól meg vannak csinálva, hogy mintha egy, nem is tudom, egy animét kapcsoltam volna be tulajdonképpen. Szerintem Alexen maga a lila szín az nagyon-nagyon menő, nagyon jól néz ki, és szerintem az a fülbevaló is, hogy ez is egy vélemény dolog. Biztos, hogy van itthon, akinek ez nem tetszik, és van, akiket ez megoszt, de szerintem tök jól áll Alexnek ez az egész stílus, és valamilyen módon tökre passzol a helyszínhez is, hogy nem vitte azért túlzásba a szettet, hiszen ott el ugye egy lakás erkélyén tulajdonképpen, hogyha ott beöltözött volna valami elképesztően elborultba, az oké, karantén meg minden, de akkor is azért valamilyen módon elütött volna, tehát szerintem tökre menő, hogy Alex hű maradt úgymond a saját stílusához. A kérdője
ebből legyen inkább pont. Így hát röviden ez is most a véleményem erről a legújabb klipről, és köszi, hogy velem tartozok ebben a videóban, lájkoljátok, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha nem akartok több sztájcsekről lemaradni, és figyeljétek a csatornámat, mert még a héten érkezik egy-kettő nagyon-nagyon tűz videó, úgyhogy megéri szemfüles maradni, és természetesen csekkoljátok az Instámat is, hogyha már itt vagytok, és Alex és Hair legújabb klipjét. Írjátok meg kommentbe, hogy akartok-e lakóbusz house tour videót. Én most itt a hegyek tövében még chillelek egy pár napig, úgyhogy mindenképp lesz lehetőségem felvenni nektek. Tehát írjátok kommentet, és megmutatom nektek ilyen MTV crib stílusban. Úgyhogy ennyi volt a részemről, kommenteljétek, hogy nektek mi a véleményetek ezekről a szettekről. Szevasztok!